Sok szeretettel köszöntöm itt az Óbudai Kultúra és Központ San Marco galériájában Mészáros Bori festőművészt az aktuális kiállítással kapcsolatban, és egyúttal azt szeretném első kérdésként feltenni, hogy az ő általa művelt fotorealizmus, mert ezt nevezhetjük, annak mennyiben különbözik a hagyományos értelemben vett fotorealizmustól, és hova definiálnád magad pontosan, mint alkotó jelen kiállításoddal kapcsolatban? Hát a fotorealizmus ez egy olyan műfaj, ami egy nagyon tárgyilagos és nagyon távolságtartó, de ugyanakkor erősen kritikus a társadalom jelenségeivel kapcsolatban. Ezzel szemben én nem tartom magam fotorealista festőnek, ha csak nem az előadás módot vagy a megjelenítés realista mi voltát tekintjük. Az én képeim azért ennél szubjektívebbek és bensőségesebbek. Inkább a régi hagyományokat követem ezzel a stílussal, amit például Velázquez vagy Caravaggio tanít nekünk. Köszönöm szépen válaszod, és akkor egyúttal a fotorealizmusnál még megállva egy mondatra kérdezném Garami Gréta művészettörténészt, hogy a következő művészettörténeti előadáson a fotorealizmusról lesz szó, és ezzel kapcsolatban egy pár gondolatot mondj el nekünk, légy szíves, hogy mi várható, és tegyük tisztába akkor ezt az irányzatot. Igen, tulajdonképpen ez a célja a művészettörténeti előadásnak, hogy a nyugati, amerikai és a közép-kelet-európai fotorealizmusnak a különbségeit bemutassa, és a Borit is várjuk szeretettel erre az előadásra, és reméljük, hogy ott el fogja mondani a véleményét és a saját művészet szemléletét ezzel kapcsolatban. A művészettörténeti előadás jövő héten csütörtökön, január 16-án, ez 17 óra 30 perctől. Mindenkit szeretettel várok, és természetesen mindenkit szeretettel várunk Mészáros Bori festőművész kiállításának a megnyitójára, ami pedig most pénteken lesz, 10-én, 18 órától.